Üdvözlöm Önöket, jó szórakozást kívánok! Napi első vicc. Az egoista egy olyan személy, akit jobban érdekel saját maga, mint én. Pistike az útszélén áll és keservesen zokog. Miért csész, kisfiam? Kérdezi egy néni. Azért, mert az anyukám azt mondta, csak akkor mehetek át az úton, ha minden autó elment, de még egy sem jött. Miért nincs a vonaton bástya? Mert a vonat nem vár. Pistike, először fordult elő, hogy hibátlan házi feladatot adtál be. Hogy lehet ez? Úgyhogy az apukám elutazott a hétvégére és nem tudott segíteni. A plasztikai sebész kitalált egy új módszert az arcbőr feszesítételére. Magyarázza a páciensének. Egy rejtett csavart operálok a feje tetejére, amikor úgy érzi, hogy a bőr egy kicsit ráncosabb. Csak egy apró csavarás, és újra feszes az arcbőre. A nőnek tetszik a dolog, aláveti magát a beavatkozásnak. Néhány hónap múlva azonban visszajön az orvoshoz. Doktor úr! Nézze, milyen zacskók lettek a szemem alatt! Asszonyom! Ezek nem zacskók, hanem a mellei. És ha még sokat tekergeti azt a csavart, hamarosan szakálla is lesz. Jean, kérem öntözzön meg. Minek, uram? Ki akarok kelni magamból? Mit mond az orosz a halálos ágyán? Szent Péter vár. Mi van messzebb tőlünk, kérdi a tanár Móriczkától. Kína vagy a hold? Szerintem Kína. Miből gondolod? A holdat innen is látni, Kínát viszont nem. Miért nincs az ágyban ű betű? Mert az ágy nem űtartó. A kis debét leküldi az anyja a henteshez. Na kisfiam, menj le, légy szíves a henteshez. Lemegyek a henteshez. Hozzál finom hurkát. Hozok finom hurkát. De ne véreset. De ne véreset. Két alkoholista elmegy a kempingezni, mondja az egyik. Én hoztam magamnak egy üveg pálinkát, hogyha véletlenül megszúrna minket egy rozsdás szög, legyen mivel lefertőtleníteni. Te mit hoztál? Én két rozsdás szeget. A széles szájú kecskebéka sétálni indul, találkozik a tehénnel, megszólítja. Hű, de nagyra nőttél, ki vagy te és mitől vagy ilyen nagy? Én vagyok a tehén, és a sok fűtől nőttem ekkorára. Én pedig a széles szájú kecskebéke vagyok, további jó étvágyat. A széles szájú tovább sétál és találkozik a puli kutyával, megszólítja. Hű, de hosszú szőröd van, ki vagy te és hogy tudtál ekkora bundát növeszteni? Én vagyok a puli kutya, és sok-sok csirkefarhátat eszem, ettől van ilyen szép szőröm. A széles szájú kecskebéke tovább halad és találkozik a gólyával, megkérdezi. Hű, de hosszú nyakad van. Ki vagy te és mitől nőtt ilyen hosszúra a nyakad meg a lábad? Én a gólya vagyok, és rengeteg széles szájú kecskebékát eszem. Hú, tojott meg hol találsz? A nő olyan, mint az olimpiai érem. Rengeteget küzdesz érte, aztán egy életen át lóg a nyakadon. Mit mond az a szamár, amelyik nem digitális? Analógiát! Paris Hilton és szőkenő barátnője beszélgetnek. Tudtad, hogy az idén az egyrészes fürdőruha a divat? Tényleg. És idén melyik részt hordják? Móriczka, mi volt az iskolában? Kérdezi Móriczka apja. Hallottam egy tök jó rendőrviccet, mondja Móriczka. De fiam, én is rendőr vagyok. Akkor lassabban mondom, hogy te is megértsd. Hogy hívják a 11 utódot világra hozót? Eleven szülő? Kezdetben Isten teremti a természetes számokat. A többi az ördög műve. Mi az abszolút szemtelenség?
törpétől megkérdezni, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Egy spekuláns és egy bróker sétál a parkban. A bróker meglát egy nagy kupac kukakakit. Te, ha megeszed, fizetek neked 100 millió dollárt. Hűha, 100 millió, nem kevés. Valahogy legyűri. Mennek tovább. Most a spekuláns lát meg egy nagy kupac kutyagumit. Figyelj, ha te is megeszed, én is fizetek neked 100 milliót. 100 millió sok pénz, ezért ő is megeszi. Mennek tovább. Egyszer csak a homlokára csap a spekuláns. Látod, milyen hülyék vagyunk? Megettünk két kupac kutyagumit, és nem kerestünk semmit. Mire a bróker? Na igen, de közben 200 milliós forgalmat csináltunk. Kisfiú meséli otthon a szüleinek. Képzeljétek, ma tűz volt az iskolában, és láttam egy terhes tűzoltót. Az apja megkérdi, Pistike, tudod, mit jelent az, hogy terhes? Persze, aki hordja a gyereket. Szőke nő a kollégájának. Laci, hogy kell kinyitni a pénztárgépet? Nyomd meg a C-t. Laci, hogy kell kinyitni? Cikázik a taxis a forgalomban, amikor az utas egy ideig csendben retteg, majd egy túlságosan hajmeresztő manőver után oda szól. Hallja, vigyázzon jobban! Engem hat gyerek vár otthon! A taxis dühösen visszavág. Hölgyem, hat gyereke van, és még maga mondja nekem, hogy vigyázzak! A székely szekérrel megy az országúton, egy diák megszólítja. Messze van Kolozsvár? A székely. Nem. A diák. Felülhetek? A székely. Fel. Mennek, már több óra elterik, mire megkérdi a diák. Messze van még Kolozsvár? Most már messze? A nyuszika, a róka és a medve beleesnek egy verembe. Pár nap múlva nagyon éhesek. Megszólal a róka és azt mondja. Együk meg azt, aki a legkisebb. Erre a nyuszika felpattan és fenyegetően a rókára néz. Ha valaki bántani meri a medvét, annak velem gyűlik meg a baja. Miért rakja a szőkenő a poros szőnyeget a hűtőszekrénybe? Hogy kirázza a hideget. A bolondok házában éjjel benyit az orvos a betegek szobájába. Látja, hogy az egyik a cipőjével fűrészeli az asztalt, a másik meg feje lefelé lóg a lámpáról, miközben a feje már igencsak vörös. Megkérdezi a fűrészelőtől, maguk mit csinálnak? Doktor úr, én éppen az asztalt akarom ketté fűrészelni. És a társa? Ő tiszta bolond, azt képzeli magáról, hogy egy villanykörte. Akkor miért nem szedi le onnan? Már tiszta vörös a feje. Hogy ne, hogy sötétben kelljen dolgoznom. Egy repülőgép pilóta mondja a másiknak, mit szólnál este egy kis piáláshoz, bulizáshoz, mire a másik? Á, ma nem. Holdfáradt vagyok. Este csak megyek és belezuhanok az ágyba. Két szőkenő beszélget. Képzeld, idén a karácsony pont pénteki napra esik, de remélem nem 13-ára. Bemegy a nő a börtönigazgatóhoz. Azt szeretném kérni, hogy mivel a férjem súlyosan asztmás beteg, adjanak neki valami könnyebb munkát, ha már dolgoztatják itt a börtönben. Még ennél is könnyebbet? Talán a bélyegragasztás nem elég könnyű? Bélyeget ragaszt? Érdekes. Nekem azt mondta, hogy alagutatás. Hol terem a CD? Diszkréten. Mi az abszolút tanástalanság? Egy szőke, tanulóvezető az egyenragú útkereszteződésben. Azért jó a svéd foci csapat, mert egyszerre támad, svéd is. Pincér, ebben a húslevesben nincs hús. Na és? A halászlében sincs halász. Két szőkenő megy az utcán, és találnak egy tükröt. Az egyik felveszi és belenéz. Te, ez a csaj nagyon ismerős nekem.
A másik is belenéz. Te hülye? Hát ez én vagyok. Mit mond az internetes szellem? .hu. Mi lesz, ha Teréz sírjára építik a diakszálót? Koleszterin. Ül az agresszív kismalac a villamoson, amikor jön az ellenőr. Jegyeket, bérleteket? Erre a kismalac. Nem kell! Hogy kapta Benedek Elek a nevét? Anyukája reggel beszólt neki a szobába. Benne vagy még az ágyban? Ő meg kiszólt neki. Benne, de kelek. Móriczka, ragozd el a mennyiigét. Én megyek, te mész, ő megy. Egy kicsit gyorsabban. Én futok, te futsz, ő fut. Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot kívánok!